Sziasztok, itt Emplayer, és a mai videóban a relikvia termelőkről lesz szó, amikről valamiért a knowledge base-ben nem találom a hozzátartozó tudást. Amúgy ez a Good Game Empire hivatalos Discord szervere, és itt van egy ilyen tudásbázis, ahol nagyon értékes, izgalmas dolgokat írnak le. Csak nem szeretem ezt a fórum formátumot, na mindegy. Szóval az a lényeg, hogy valahol le van írva, hogy melyik fejlesztés mennyibe kerül, de akkor ezt most nem tudom megmutatni nektek. A lényeg az, hogy most a relikvia téli kertet és az üvegházat fogjuk megnézni leginkább, illetve szót ejtünk a relikviafa és kőtermelőkről is. Ugyebár. Először ugye ilyet építeni, olyan 15-20-as szint környékén tud a játékos, hogyha speedrun, akkor kicsit később, de olyan 5-10 event alatt mondjuk összegyűlik annyi zseton, ugyebár nem látja a ligát, de a zseton az gyűlik folyamatosan, az építés és fejlesztési zsetonok, összegyűlik annyi zseton, hogy le tudjon helyezni egy relikvia téli kertet. Az első szintje a relikvia téli kertnek könnyebben megszerezhető, mint a relikvia üvegháznak. Fejleszteni sokkal drágább, majdnem háromszor olyan drága, mint láthatjuk, hogy a 25 építési és még egy rakat fejlesztési zseton is kell egy szintemeléshez a téli kert esetében, míg az üvegház esetében ugye 60 és később is csak 75 és talán maximum 90 fejlesztési zseton kell ahhoz, hogy egy szintet húzzunk a relikvia üvegházon, de inkább a 75 rémlik, szóval fejleszteni egyértelműen a relikvia üvegházakat éri meg előbb, és építeni viszont a téli kertet, tehát ahhoz, hogy mondjuk minden erődbe, meg királyságokba, meg főkastélyba is legyen egy vagy két relikvia élelemtermelő, akkor ahhoz előbb a relikvia téli kertet érdemes lerakni, szerintem. Ugyanis, mint láthatjátok, már az egyes szintű is tud majdnem 5000 élelmet termelni optimális esetben, de akár többet is nyilván. Még mondjuk 20-as szintre kihúzva nem annyira nagy a különbség, nyilván ez épületelemtől függ, dísztárgyaktól függ, szóval mindentől, ami ugye az élelemtermelés befolyásolja. De az a lényeg, hogy kimaxolni inkább a relikvia üvegházat éri meg, mert az olcsóbb, és lerakni pedig elsőként inkább a téli kertet éri meg. Aztán nyilván, hogyha sok építési zsetonotok van, akkor már el kell kezdeni az üvegházakat is lepakolni. Én azt szoktam mondani, hogy kisebb szinten inkább a főkastély termelésére koncentráljunk, mert bár erődökben azért könnyebb élelmet termelni, mert ugye többet termelnek a csűrök, tehát ugye nem három darab 100%-os termelékenységű épület van, hanem akár 6 vagy 8 is, illetve királyságokban pedig kevesebb a fölösleges épület, tehát például nincs ott a három fogadó, nem feltétlenül van piaci bódé, legendák csarnoka, táborhely. Szóval birtok. Szóval ott is hát több közrendet lehet talán lerakni, és az több helyet jelent. Wow, több hely van, és az ugye több közrendet jelent, és azzal együtt ugye sokkal könnyebb rávenni az épületeket arra, hogy termeljenek. Ugye zsetonokat hozzájuk lehet szerezni a ligába. Minél nagyobb szintű az ember, ugye annál több zsetont lehet szerezni egy-egy ligából. Lehet gyorsítani itt ilyen szezonbérlettel, vagy kalandbérlettel. És akkor ugye jócskán többet kaptok, láthatjátok itt több mint kétszer annyi építési, vagy ez fejlesztési zseton, és majdnem kétszer annyi építési zseton jár, szóval ezt is nyilván ugye liga végén érdemes, amikor már többet kaptok,
egy-egy ilyen kalandbérlet áráért, és akkor azzal be lehet gyorsítani, távolival be lehet gyorsítani, illetve most már viharon is elég könnyű szövetségi szinten elérni azt, hogy kapjon mindenki építés és fejlesztési zsetonokat nagy mértékben, vagy nagy mennyiségben. Aztán emiatt, mivel már az alap egyes szintű relikvia élelem termelők is ilyen 1-2 ezret termelnek, akkor is, hogyha csak pár közrend van mellettük, ezért érdemes őket letenni minél hamarabb. A kőfejtőket, favágókat pedig csak abban az esetben érdemes, és akkor is csak minél magasabb szinten, hogyha horizontosztok is aktívan. Ugye a magas szintet ezt azért mondtam, mert akkor legalább egy kicsit visszaad abból a közrendből, aminek a helyét ugye elfoglalja. Mondjuk ez a 300 már közel sem igaz, mert most már vannak 2500-es közrendek is, és azokhoz képest ez a 300 ez lófitty, de hát legalább valami. Szóval amiatt talán érdemes lehet ezeket kihúzni 20-as szintre. Termelésük sem elhanyagolható, de ami miatt inkább fontosak, az a relikvia, vagy prémium relikvia, talán prémium relikvia épület elemek, amik hozzáadhatóak. Mindjárt meg is nézzük, hogy mik ezek. Ezek mézes mókárék. Talán itt van egy olyan, ami, vagy ez az? Ezt vártoronyra lehet rakni. Akkor hol van az, amit ott is van, relikvia favágóra lehet rakni. Azt mondja, ez a távolsági támadási erő relikvia épület elem. Ezt ugye csak horis cuccokból lehet összerakni. És ezért is fontos, hogy le legyenek rakva ezek az épületek, de ehhez mondjuk eléggé sokat kell horizontozni. Szóval ezek nélkül nem hiszem, hogy bárkinek is megérni. Ebből meg pont nem tudok előállítani még egyet, kevés a ragasztó. Úgy ezekből a horizonton kívül is adhatna valamit a játék, na mindegy. Nem kell sokat, csak értitek, a magamfajta türelmesebb játékosoknak is legyen már lehetősége ilyeneket szerezni. Szóval nagyjából ennyi lenne a véleményem a relikvia üvegházról és a téli kertről, és a favágóról, kőfejtőről, szintén relikviás formában. Talán még annyit, hogy fejleszteni először szerintem az erődökben éri meg. Pont azért, mert ugye ott jobban tud érvényesülni a termelésük. Tehát mondjuk érjétek a 70-es szintet úgy, hogy addigra már legyen minden egyes szintre lerakva, és akkor onnantól pedig 70 fölött az erődökben lehet érdemes elkezdeni felhúzni ezeket, és utána pedig később mekkora tűz van itt, utána pedig később felhúzni a téli kerteket is, hogyha már minden megvan. Ugye most építés és fejlesztési zsetonokban elég sokat elemésztenek ezek az új épületek is, mind a raktár, mind a vártorony, szóval ezért elég nehéz félretenni a relikvia téli kertekre, de alapvetően egy maxos kastélyhoz szerintem előbb-utóbb hozzá fog tartozni a 14 darab 20-as téli kert is. Úgyhogy remélem segített ez a videó is valamicskét. Ha így volt, akkor dobjatok rá egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornára, nézzétek meg a több videómat is, van néhány link a leírásban és az infoboxban. Leírás helyett most már a záróképernyőt szoktam mondani, mert leírásban már nem nagyon foglalkozom videó linkekkel, de mindegy. Úgyhogy találkozunk legközelebb is. Jó játékot kívánok mindenkinek. Sziasztok!